Mielőtt elkezded nézni ezt az interjút, iratkozz fel YouTube csatornánkra, és támogasd a munkánkat a videó alatt található linkre kattintva. Jó napot kívánok, köszöntöm Önöket, és köszöntöm itt a Klik TV mélyviszi műsorában Horn Gábort, a Republikon elnökét. Örülök, hogy eljöttél, szervusz. Igazából azt akartam veled megbeszélni, hogy a mostani felmérések alapján, amiket a Republikon is készített, beszélhetünk-e arról, hogy foszladozik a Fidesz? Hát én azért kiünnek mi a szíve vágya, de azért én ezt nem látom. Azt látom, hogy a Fidesz a lejtmenetet meg tudta akadályozni, tehát az a Fidesz tavaly ősz óta benne volt egy elég komoly negatív spirálba. Ezt felerősítette Magyar Péter megjelenése, de... Meg a kegyelmi ügy, gondolom. Hát a kegyelmi ügyhöz kapcsolódó, igen, inkább a kegyelmi ügy, csak ez a kettő, igen, összefügg, de már el is felejtettük a kegyelmi ügyet. Tehát ezer sebből vérzett a Fidesz, a bizonytalan szavazók lekoptak róluk. Tehát azok, akik átmenetileg a 22-es választáson földuzasztották 3 millió fölülire a fideszes szavazóbázist, azok eltűntek, és maradt ez a 2 millió körüli, tulajdonképpen nem is Fidesz szavazó, hanem Orbán hívő, uh-huh, bázis. És ez viszont megmaradt. És az a nagyon erőteljes nyomulás, ami a utolsó néhány hétben az egész országot lefedve megjelent, ebben elképesztően durva kampány, amit a Fidesz folytatott, az megerősítette a pozícióit. Nem növelte, de megerősítette ezt a pozíciót. Tehát ez a 2 millió ember, amivel egyébként meg lehet nyerni egy választást, tehát nem jelent kétharmados többséget, de a magyar választói rendszerben az egyéni képviselői helyek túlsúlya véget akár kényelmes többséget lehet szerezni a parlamentben ezzel a 2 millió biztos szavazóval. Ezek nem inogtak meg Orbánban. Tehát nem látom azt, hogy ez a stabil törzsgárda ez elvékonyult volna. Ez inkább azt látom, hogy folyamatosan növekedett. Tehát mondjuk ez 2010 előtt olyan 1,5 millió ember volt körülbelül, és akkor mindig csapódott ehhez alkalmanként különböző bázis. Most ez fölment 2 millió, de itt mintha lenne egy határ. Tehát ennél, minthogyha most ebben a rossz gazdasági helyzet, ezer sebben vérző társadalmi helyzet Magyarországon, plusz az, hogy az ellenzéki szavazók számára egy reményteljes ajánlat került az asztalra, ugye a Tisza párttal, ez a növekedési potenciált szerintem beszélt. Az, hogy a Fidesz ez alá menjen az elkövetkező egy-másfél évben, én azt nem látom okát tulajdonképpen. Tehát akkor ez a, ugye azért többen írnak arról, hogy az Orbán-féle mítosz és Orbán-féle nimbusz, az is tulajdonképpen egy kicsit kopóban van, de ezek szerint ez, amit most kitalált, akár a békemisszió, akár korábban ez a háború és béke dihotómiája, ezt a 2 millió embert stabilizálni tudja. Igen, én sokszor elmondtam itt is máshol is, hogy én úgy ítélem meg azért, hogy az elmúlt 14-es, 18-es és 22-es választás a választási csalással lett megnyerve. Tehát az a fajta elképesztő mértékű költségvetési korlát nélküli közpénzből finanszírozott kampány, amit a Fidesz folytatott kormányzati propaganda címén, az szerintem messze kimeríti a választási csalásokat. Ugyanakkor ez jelenti a pluszt, ez jelenti a kétharmadot, de az alapsokasság, tulajdonképpen az Orbán hívők tömege, ez stabilan megmaradt, és ezek tulajdonképpen Orbán nekik szól, tehát ő letett a magyar társadalom nagy többségéről, hiszen ez a 2 millió ember, ugye ez 8 millió választó van, azért ez egy messze a kisebbség, de minden egyes gesztusa, minden egyes lépése, ahogy is akiknek beszél, az mind ezek a hívő tagozat, és nekik meg minden rendben van. Tehát ő számukra nem okoz problémát, az se, hogyha az iskola rendszer nem jó, mert közben ők elhiszik azt, hogy a rendpártiság a megoldás. Tehát mi itt a baj? Hát mert már nem lehet mobiltelefon se bevinni az iskolába, hiszen a főnök elrendelte. Azt gondolják, hát az egészségügyben persze a magyar kórházak nem jól működnek, mert hát rosszak az orvosok, meg elmennek, meg, de hát azért megpróbálnak mindent. Tehát az összes társadalmi feszültségforrás az
ebben a társaságban, ebben a fideszes hívő tagozatban lekerül a Orbán nyakából, nem ő a felelős a problémák. Igen, csak ezzel azt mondom, hogy lényegében megingathatatlan. Ez a 2 millió, de azért, ha a másik oldalon, ugye azért van másik 6 millió szavazó, ebből a 6 millióból 2 millió soha nem fog elmenni szavazni. De még marad 4. Tehát, hogyha van a másik oldalon egy kormányzóképes ajánlat, ami össze tudja húzni a széles körben a szavazókat, akkor ez megoldás lenne, akkor ez a 2 millió nem elég. Tehát azért mondom, hogy ez akkor elég, ha megosztott az ellenzék. Ugye egyrészt azért azt látjuk, egy 6-8% a Mi Hazánk az elvisz, tehát az van. Tehát ez a szélsőjobbos, radikális, rasszista, ócska és Magyarország. És azért látnánk módon összefog a Fidesz. És ha kell, akkor az ki is segíti természetesen a Fidesz. Tehát ez van, de még így is marad. Körülbelül 3-3,5 millió szavazó, akik ha elhiszik azt, hogy lehet nyerni, és ezért elmennek szavazni, akiknek van egy kormányzóképes saját, hogy az érdekes a Magyar Péterben, hogy úgy próbálja megoldani az összefogást, hogy lesöpri az asztalról a többieket. Egyébként ez nem, hogy mondjam, nem ész nélküli dolog, ezért nem kell haragudni, mert ugye az látszott, hogy az nem működik, hogy megpróbálta hát sokféle... DK-nak is volt ilyen periódusa. Igen, ők próbálkoztak, tehát szerintem Gyurcsánya lesz, nem lehet. Tehát nem, Gyurcsány Ferenc, bárki bármit gondolhat Gyurcsány Ferenc, ő szereteti, nem szereteti, azt látni kell, hogy Gyurcsány nem lehet egy gyűjtőpárti megoldás. Tehát van Magyarországon egy sok-sok százezer, vagy akár milliónyi ember, akik nem kérnek Gyurcsányból. Ez persze leginkább azért van, mert az Orbánik nagyon sokat költöttek arra, hogy ez így legyen. Tehát ott hiába próbálta meg ezt a DK, én az első pillanattól azt gondoltam, hogy ez egy bukott történet, nem lehet Gyurcsánnyal ezt megcsinálni. Amit a magyar ajánl, egy olyan fajta együttműködés, összefogás, ahol mindenkit lesöpör az asztalról, és ő maga az együttműködés. Ő ez a se jobb, se bal, hanem magyar. Szenárió? Én szerintem ez egy működőképes, ez egy lehetőség. Nem biztos, hogy ez működik. Nem tudom. Most fog ez eldőlni az elkövetkező fél évben. Nagyon kevés idő van ám már, 20 hónap múlva választások vannak. Tehát az ember bele se gondol, hogy 20 hónap múlva Magyarországon parlamenti választások lesznek. Ez nagyon, nagyon, nagyon gyorsan el fog fogyni az idő. A magyar az én olvasatomban egy politikai influencer, tehát egy jelenleg is még, tehát nem politikai, nem kormányzati, nem kormányfő jelölt, nem a hagyományos értelmevet a politikai elit részeként működő politikus, hanem egy olyan furcsa one-man show, amit ő csinál, ami ezt a reménytelen, a nem Orbánban gondolkodó reménytelen társaságot, társadalmi csoportokat fölrázta, és azt mondja, mindegy nekem, hogy ő mit mond Ukrajnáról, mindegy, hogy mit gondol. Kicsit ugye az Orbán hívők is ugye ezt mindent megbocsájtanak, megbocsájtják a magyarnak is, mert azt gondolják, hogy ő talán elhozza azt, hogy nem, hogy egy Orbán utáni világot, talán ő az, aki ezt meg tudja. Mindannyiunkban van egy ilyen érzés, ezt lássuk be. Tehát. Igen, de az, hogy ez működik-e ez a modell, ez azon múlik, hogy képes-e magyar maga köré pártot szervezni, képes-e egy közösségben működni. Azok a fajta emberek, amilyen ő, ugye én 20 évig voltam tanár sokféle, tehát van valami pszichológus, de van valennyi érzékem ez a szociometriához, tehát hogy az ilyen típusú emberek nehezen tudnak együttműködni. Tehát az egy nehéz kérdés, hogy képes-e maga köré csapatot szervezni, hogy például 106 egyéni képviselőjelölt. És ha megnézzük a budapesti választásokat, ahol elindultak kerületekben ugye tiszapárti jelöltek, nagyon rosszul szerepeltek mindenütt. Tehát mindenki azt mondta, hogy... volt, ahol vissza kellett vonni azt, igen, akit igen, beemeltek. Igen, tehát hogy azért önmagában ugye a Tiszapárttal Budapesten is ugye 30% fölötti szavazója volt a Tiszapártnak a budapesti pártlistán, de az egyéni képviselőjelöltek, akikről semmit se tudtak, akik nem hoztak, hiába állt mögöttük a Magyar Péter, hiába voltak ők a Tisza jelöltjei, kaptak néhány százalékot. Tehát nem igaz az, hogy ez automatikus ez a dolog. Kellene 106 olyan jelölt, akiről azt gondolják ott helyben az emberek, hogy ő nem csak hogy őt a magyar jelöltek ki, hanem ennél több van. Az igazi első próba nyilván a főváros lesz, hogy ott hogyan fog mozogni. Most az, amiket én olvasok tőle ebben, megint csak inkább hadüzenet például Karácsony Gergelynek, hogy nehogy az, hogy így fognak menni a dolgok, mint eddig, és tulajdonképpen ugye nem tudjuk, hogy kik fognak beülni a közgyűlésbe, mert hogy négyet még egyáltalán nem nevezett meg, de mégis egyfajta ilyen konfliktust generáló típusként
Hogy ez hozhat még továbbra is neki? Mert eddig az hozott, hogy... Szerintem nem ez lesz. Tehát én azt gondolom, hát persze ezek mind most jóslások, amikről beszélgetünk, hogy ugye volt már ilyen 90 és 94 között, a Demszkinek nem volt többsége a fővárosban, és kinkesebesen, de így csinálta, és utána folytatni tudta sikeresen, ugye még 4 cikluson keresztül. Tehát önmagában a főváros egészen más tészta, mint a parlament, mint a idézőjeles nagy politika. Mondjunk abba bele, hogy a Fidesz 64%-át az előterjesztéseknek megszavazta az elmúlt 4,5 évben. Tehát 30-valahány százalék volt, amire nemet mondott a Fidesz. Igen, csak hogy akkor az ő polgármesterei is bennültek. Ez igaz, ez így van, de még a Fidesz se teheti meg azt, hogy olyan lépéseket tegyen a fővárosban, ami mondjuk beborítja a BKV-t, hogy nem működnek, nem mennek a buszok, nem megy a metró. Tehát azért itt vannak, egész másképp működik a történet, és én azt gondolom, hogy akkor működik bölcsen a magyar féle, nem tudjuk még kicsodák, ugye nem ismerjük, hogy kik ezek a képviselők, akik ott 10 fős kemény magot fognak, tehát döntési pozícióban vannak, hogyha tényleg ügyek mentén azt mondják, hogy ha te ezt akarod csinálni, és ez jó, akkor nekünk az rendben van, hogy ha Magyar Péter szembe megy az egész fővárosi politikával, és azon dolgozik, hogy megbukjon Karácsony, és ebben próbál megépítkezni, akkor elveszíti a fővárosi szavazóit. Mert a fővárosi szavazók viszont abban érdekeltek, hogy a város működjön, hogy a város jól működjön, hogy a város ebben a szabad légkörben, ez a balliberális légkörben, amit tulajdonképpen Karácsony és csapata áraszt magából, amit szeret ez a város, aminek többsége van ebben a városban. Ha ezzel szembe megy magyar, tehát politikai okokból, és nem konkrét szakmai kérdésekben, akkor szerintem el fogja veszíteni. Azt mondta, tanárember vagy, nagyjából ismered az ilyen típusú embereket, akkor kicsit játszunk és jósoljunk, hogy bele lesz kényszerítve, hogy kompromisszumokat kössön, vagy a fővárosban is megpróbálja kiélezni a helyzetet. Mert itt ugye eddig az volt az ő kommunikációja, hogy csípőből visszavágott mindig a Fidesznek, tulajdonképpen a Fidesz módszereivel dolgozott, de itt más lesz a helyzet. Én azt gondolom, hogy az lenne a bölcs tőle, ha itt megpróbálna az együttműködő arcát mutatni. Tehát azt a fajta, hogy én képes vagy. Ez egy nagyon érdekes kísérlet. Tehát ugye ő neki valamilyen módon partnerekre van szüksége. Én például nagyon el tudom képzelni, hogy a nem DK-s, nem MSZP-s társasággal ő valahogy hangot, kapcsolatot találjon, mondjuk a Momentummal. Tudjuk, az nagyon nagy segítség lenne, mert az azt jelenteni, hogy van 30-40 képviselőjelölt, akikről tudjuk, hogy kicsodák, akik ezekből 10 bennül a parlamentben, és más megépített Momentumos jelöltek vannak. Tehát el tudom, szüksége van a magyarnak arra, hogy ne maradjon egyedül, ebben viszont egy nyitottabb politikát kell folytatnia, együttműködő képesebb politikát, mint amit eddig láttunk tőle. Ha ezt nem teszi, akkor szerint nem fog működni ez a történet. Lépjünk megint országos, most már sőt európai szintre. Nagyon hadd idézem Szijjártó Pétert, aki tényleg szuperlatívuszokban beszélt Orbán Viktortól, hogy ő az egyetlen európai politikus, aki képes ilyen nagyságokkal rövid időn belül találkozni, mint Putyin, mint Sipi, mindjárt a kínai elnök, mindjárt kimondom, vagy Erdogan, vagy éppen Trump. Ez a fajta felemelés, ami már majdnem a személyi kultuszt idézi számomra, ez mennyire reális, és mennyire fogja őt tovább emelni, vagy emelni Orbánt? Hát ugye egyrészt ezek ócska diktátorok, akiket most mondtál. Tehát én, hogy mondjam, én mint magyar választópolgár, mint a magyar kormány által irányított országban élő ember, szégyenkezem emiatt, és nem büszke vagyok arra, hogy Orbán Viktor tud találkozni a gazember Putyinnal, aki miatt sok 10 000 ember meghalt, mert ő úgy gondolta, hogy agresszorként el tudja egy ország egy negyedét, egy ötödét foglalni, hogy ő akár többet is ugye a célok szerint. Én a kínai elnököt azt szintén egy ócska diktátornak gondolom, nem beszélve Erdogánról, aki szintén ugyanez a csapat. Erre azért a nagyon büszkének lenni,
Megint csak azt kell mondanom, hogy a saját közönségben ez rendben van. Hát hiszen micsoda egy fontos ember az Orbán. Én éppen most voltam kint Amsterdamban, a lányom ott él, és elmentem a Modern Művészeti Múzeumba, a legnagyobb megdöbbenésemre, de nem akármilyen festmények között, egyszer csak egy Orbán festménnyel találkoztam, nem, ami elképesztően kemény, tehát úgy ábrázolja a Orbán... Nem egy idealizált hát, Orbán. Elképesztő, szóval tényleg rossz ránézni, föl is tettem a Facebookra, ha valakit érdekel, meg tudja nézni. Döbbenetesen kemény, hogy egy ha jól emlékszem, talán francia vagy angol festő, mellett egy Le Pen festmény van, tehát a kettő együtt egymás mellett van, és vele szemben, nem, nem véletlen, nem vele szemben a másik falon pedig Baudrillard, tehát igen, azért nem akár milyen közegben, és szóval, hogy Orbán azért tényleg abban az értelemben szereti. Igen, abban az értelemben világszám lett, hogy tényleg nem lehet, ilyen politikai szereplő nem volt még Magyarországon, aki tényleg nincs olyan újság, amit az ember kinyitne, ne lenne szó Orbánról. Benne hát lám-lám a Holland Modern Múzeumban találkozom a festményével, kerestem, tehát rátalálok. Úgyhogy tényleg egy világszám, csak ugye ez egy szégyenletes világszámság. Szóval amit én szerintem ezzel a moszkvai útjával tett, az én az egy közönséges árulásnak gondolom. De ugye azt gondolom, ez az jutott eszembe, amikor most ugye támadják egyfelől az Európai Unió politikusait, viszont az Európai Unió politikusai nagyon keményen fogalmaznak Orbán kapcsolatban, főként a moszkvai útja miatt, hogy voltak éppen Orbán ugyanazt a módszert terjesztené ki Európára, amit itt a belpolitikai kampányban. Tehát azok háborúpártiak, csak hogy lehet, hogy az ott nem működik. Hát ugye tényszerűen nem működik. Most volt egy választás Európában, 500 millió ember választott, és az derült ki, hogy az 500 millió ember 80%-a nem kér Orbán Viktorból. Tehát, és a 20% se kér, mert még ez a 12%, amit ők összekovászoltak itt, ez a nagyon furcsa, nagyon zavaros társaság, ugye ez a szélsőjobbos közeg, amire néhány évvel ezelőtt az Orbán azt mondta volna, hogy szóba se áll velük, föl se merül, hogy szóba álljon, most ide sodródott Orbán. Tehát ő kiment a legszélre, és a legszélen talált barátokat, akik egyébként igazából nem is a barátai. Mert ha mondjuk a holland szélsőjobb oldali párt, ami ugye most félig meddig hatalmon van, azért egészen más gondol mondjuk a melegügyben, háború ügyben, mint Orbán Viktor. Tehát ez nem arról van szó, hogy itt egy olyan jól működő, valami új egység jött volna része a szélsőjobbon, hanem arról van szó, hogy ez zavaros, nehezen együttműködő, könnyen tudom képzelni, hogy szét is fog majd esni bizonyos konkrét ügyekben, már most is látszik, ugye? Egyébként az, hogy ezek nacionalista pártok, a nacionalizmusnak nem pont az a lényeg, hogy igazából igen, bezárkózik. Igen, és azért mondom, hogy ezer olyan kérdés van, ami például a hollandok nagyon kemények abban, hogy ilyen magyaroknak és egyébeknek ne adjanak pénzt, mert hogy ellopják. Tehát ebbe például a Hollandiában közmegegyezés van a politikában. Tehát ebbe az, hogy hát most ezeket a kelet-európaiakat mi finanszírozunk, akik szépen hazaviszik ezt a pénzt, ugye hát döbbenten nézik azért Nyugat-Európában azt, amikor kijön a magyar leggazdagabbak listája, és hogy abból Orbán rokonai és barátai vannak az első, mit tudom én, 30-ból 10-valahányan. Tehát döbbenetes, ennek nagyon rossz olvasata van a szélső jobbos nacionalista, a Nyugat-Európa nacionalisták körében is. És a Le Pen is ugye lehet, hogy most ebben a újabb kudarca után oda csapódott, hogy nem véletlenül várta meg a választásokat, ugye, hogy akkor hova lép be, vagy mit csinál, de ha ő valamikor egyszer mégiscsak francia köztársaság elnök akar lenni, akkor neki is le kell válnia erről a társaságról. Tehát ez nem szalonképes. Hát mert a francia társadalom megint megmutatta. Így van, hogy ők nem kérnek ebből. Tehát ha azért mondom, hogy én azt gondolom, hogy miközben ez a populista, szélsőjobbos politikai közösség, ez egy kicsit megerősödött, nem volt áttörés, se 19-ben, se most. Egy picit megerősödött, 5-6%-nyival erősebb, mint ezelőtt 5 évvel volt, ami nem jó, de én nem tudom. De nem áttörés. De nem, messze vagyunk az áttöréssel, az látszik, hogy az Európai Unió nagy-nagy többsége, most konkrétan ez az Orbán békemissziójának nevezett árulásával kapcsán a 27-ből 25 ország pont az ellenkezőjét gondolja arról, mint Orbán Viktor.
Szóval azért ezek, hogy mondjam, ezt itthon el lehet a saját híveknek adni, mint győzelmet, de valójában ezek azért súlyos kudarcok a nemzetközi politikában, amik kikezdik az Orbán rendszert, de csak abban az értelemben, ahogy az elején beszéltünk, hogy lekopik róla ez a bizonytalanabb szavazói kör, és nem jönnek újak, de megmarad a masszív szavazóbázis, mert ezek viszont hisznek abban, hogy az ő főnökük jó irányba megy, ő az, aki tényleg a békét hozza, ez a harcos. Nincs abban ellentmondás, hogy az ő csapatának, ennek a 2 milliónak a jelentős része is az Európai Unió tagja akar maradni, hisz az Európai Unió erejében és a mi tagságunkban, ugyanakkor azt látja, hogy Orbán egyre inkább tolódik ki ebből a szövetségből. Igen, de azért ők azt, mert erre van Orbánnak ajánlata, tehát ellentétben a ellenzékkel, akinek nem sikerült ajánlatot adni a saját szavazóinak, Orbánnak van ajánlata a saját szavazóinak, azt mondják, hogy mi vagyunk a patrióták, a nemzetállamban gondolkodók. Az Európai Unió ne akarjon egy ilyen nagy integráció lenni, hanem nemzetállamok laza szövetség, ami leginkább gazdasági értelemben együttműködés, finanszírozatok minket nagyjából, ez az, amit Orbán gondol az Európai Unióra, és az övéi is ezt gondolják. Tehát abban a pillanatban például befizetője lenne Magyarország, sajnos messze vagyunk ettől az Európai Uniónak. Szerintem ez a 2 millió ember azonnal azt mondaná, hogy köszönjük szépen, akkor nem kérünk ebből. Mi finanszírozzunk másokat, dehogy, köszönjük. A gazdasági helyzet romlása, minap beszéltem Mellár Tamással hosszasan, és mondta, hogy sokkal magasabb lesz az infláció, komoly bajok vannak az emberek, tehát a medián bérek alapján egyáltalán nem nő a fogyasztás, és még tovább mondta, hogy említettem, hogy fog nőni az infláció. Ezek a gazdasági eredmények, mert egy koron azt hittem, hogy ha az embereknek elfogy a zsebéből a pénz, akkor úgy fognak szavazni, de ebben tévedtem eddig. Tévedek továbbra is? Hát egyrészt azért ne felejtsük el, hogy az Orbán 14 évéből mondjuk 2013 és 2020 között volt 7 nagyon jó év. Ami nem a fantasztikus gazdaságpolitikának, hanem annak a különleges helyzetnek volt köszönhető, hogy az Európai Unió öntötte ide a pénzt, és közben volt egy konjunktúra a világban. Szóval a kettő együtt Magyarország számára is egy működőképes lehetőséget biztosított. Tehát azért ezt még nem felejtette el a választó. És azt se felejtette el, és mi se felejtsük, hogy 2022. január végén, február elején minden magyar család 1,6 millió forintot kapott a bankszámlájára, hogy ez az adóvisszatérítés, ami egy szavazott vásárlás, aminek most isszuk persze a levét rendesen. Az 1,6 millió forint a családok nagy részében olyan mennyiségű pénz, hogy életükben nem láttak. Mert ugye egy-egy ilyen átlag családnak a havi jövedelme mondjuk 5-600 000 forint, ezt el is költik azonnal, tehát nem egyszerűen beláthatatlan. Őnekik ez az élmény még megvan. És ha nagyon nagy gazdasági baj lesz, és én nem tudom, nem akarok Mellárral vitatkozni, mert a magyar közgazdászok szeretnek feketére festeni, már sokszor elástak mindenfélét az én közgazdász barátaim is, hogy most már tényleg vége a világnak, de azért ez nem olyan egyszerű. Ha nagyon nagy gazdasági baj lesz, akkor megrendül ez a 2 milliós szavazóbázis, de azt nem kívánnám magunknak. Tehát, hogyha annyira rossz lesz a helyzet már, hogy elveszik a remény abban, hogy majd lehet, hogy jobb lesz, akkor szerintem bedőlhet az Orbáni rendszer. Tehát az a pont, amikor... De hát ezt egyáltalán nem, én ezt nem kívánom. Elsősorban magunknak. Egyikünknek se kívánom, de ez egy nagyon súlyos gazdasági válság lenne. Én nem látom azt, hogy itt tartanák. Tehát én nem érzékelem, magam is közgazdász vagyok, de hát sose voltam közgazdász tanár, de valamennyire azért látom a folyamatokat. Én azt gondolom, hogy pont azért, mert benne vagyunk az Európai Unió közepén, pont azért, mert a nemzetközi tendenciák azért javuló irányba mennek. A konjunktúrának vannak elei, és ez Magyarországra is hat. Hát ezzel szállal kötődünk, és lehet nagy hülyeségeket csinálni a gazdaságban, de ezeket azért látszik, hogy aztán időnként korrigálják, lehet itten szídni a multikat, miközben máshogy csinálnak, csak iszonyatos pénzekkel támogatják a multikat, hogy jöjjenek ide. Tehát, és mondom, lehet súlyos gazdasági hibákat is elkövetni, ezeket elkövetik, de aztán mindig korrigálnak egy idő után. Tehát én azt gondolom, hogy az Orbán rendszer bedőlése az nagyon súlyos ár lesz mindannyiunknak. Már is nagyon súlyos árat fizetünk ezért a 14 évért a lelkünkben, a fejünkben, a gondolkodásunkban, az iskola rendszerünkben, és így tovább, és így tovább. De az, hogyha egy rövid távon gondolkodom, tehát mondjuk a 26-os választásokon, ha ez a 2 millió mondjuk lemegy 1,2-re, akkor itt nagy baj lesz már. Von Gábor, köszönöm szépen, hogy itt voltál. Köszönöm önöknek is a figyelmet, viszontlátásra.
Németh Péter vagyok. Bánó András vagyok. Bogyarák Anikó vagyok. Bolgár György vagyok. Gulyás Balázs vagyok. Lampi Ágnes vagyok. Az a kérésem, hogy iratkozzanak fel a YouTube csatornánkra. Ha tetszettek a videóink, akkor lájkolják és osszák meg ezeket. Várjuk véleményeiket, hozzászólásaikat a videó alatt. Kérem, támogassák a Klik TV-t. Ezt megtehetik itt a YouTube-on szuper köszönet formájában, vagy a leírásban található linken keresztül. Nagyon szépen köszönjük az eddigi figyelmüket, és tartsanak velünk továbbra is!